İşte Na. Figyelj, menjünk vissza a izére, Hákúra. Jó. Te régi szedbe vagy? Ja, figyelj, lehet variálni. Ja, jó, jó. Oké. Okay. Gumbag. Whatever is that? Szerintem nagyon oké restartod. Azt lehet, egy pillanatra, lehet utána egy pillanatra meditálni fogok. Jó. Mert crazy, amit látok. Bobby, Bobby, hát azt elvitték. Jó, oké, restartot most szerintem. Szép napot, kéne fuvar uram? Nem, köszönöm. Nem? Ja, jó, nem. Ezt a fuvar, bazdok, az előbb raboltátok el a kocsiját a haveromnak, bazd meg. Ez enősé, bazd meg! Imádom, hogy ilyen lyukasott. Ez itt mit akar? Állj meg, állj meg, állj meg, állj meg, állj meg, állj meg. Tudod, hogy mi történt amúgy? Halló? Igen, csak itt szarakodnak itt velünk, bazd meg, nem kicsit. És azt mondom, hogy izé... Kurva nagy sérüléseket szenvedtem amúgy, de úgy jól vagyok, bazd meg, csak széthorzsoltam magamat, geci, bazd meg, elvitték a kocsidat. Tehát beültük a kocsitba és elrabolták konkrétan, és most itt baszakodnak amúgy folyton. De bazd meg! Mi a geci? Szaros pisztolyom van, bazd meg. Ugye szétlövöm, esküszöm, bazd meg. Érted, ilyenkor rálőhetek, vagy nem? Nem hallottam a sztorit, amit meséltem? Nem voltam rádión, de ezek még mindig itt baszakodnak, ja, bazd jó. Meg. Igen, látom, azt mondom. Azt mondom, hogy elmentem meditálni, és hogy izé volt. Lebrake checkeltek, leberkiztek, belementem a fehér mercisbe, az azóta nem tudom hova tűnt. Azt kérlek szépen, az út másik oldal nekem fuvart ajánlott. Aha, értem. Jó, talán elmennek most.
Már nagyon unom őket, bazd meg. Igen, nem tudom még egy körözni. Azt néztem, hogy most kivettem egy pisztolyt és nincs fegyverünk. Igen, az utcsó. Húha. Meg szerintem a Mercedes is le kéne, a lefoglaltakból el kéne hozni majd. Annak. Itt hallom már csikorog be ezen a gumi. Mi a faszt akartok itt? Jó napot, fel van téve a kezünk, ne fogjanak már rám fegyvert. De mi, mit akartok itt? Mit csináltok itt? Le is lőhetnéd. De mit akarsz? Mit akarsz itt? Azért jöttem ide, hogy mi a faszéke fegyvert szívni rám, amikor meg akartam mondani, hogy ne futkarász a kocsi, mert itt már elütlek, azt véletlen én leszek a hibás. Ezt ezért fegyvert fogsz rám. Hát az meg, ide jöttök, érted, csikorgatjátok itt a kurva gumit, az előbb meg mellékesen az egyik haverjatok, vagy nem tudom ki a fasz, ellopta a spanom autóját, bazd meg. A egyedül, ja, itt van egy nagy dizé jeep, meg a faszom nézze, tudja. Kicsoda nézze, nem is olyan ruhában vagyunk ember, én már én egyedül jöttem. Jó, akkor menj ki nyugodtan, kösz szépen, hogy szóltál, menj ki és kész. Bazzlek. Menjél kifele. Jó van, chill! Úristen. Róla hajolok az úrhoz. Hát ezek estek. Hevíte valaki elveszi tőle? Lajok az úrhoz, átnézem. Pisztol. 10. Katyassza. Jöjj, izé, lootolja már el valaki a pisztolyt az öcsköstől. Mi a fasz érne? Öcsköstől, bazd meg, attól. Ki van a sárga kocsival? Milyen sárga kocsi? Itt volt egy sárga kocsi, tesó. Kitől kell elutolni a pisztoly? Itt, ennél van egy pisztoly. Itt a kiesett. Meg ott fent még van egy hevis is, elvileg. Az nem pisztolyt, ezt fogta rám a pisztoly. Kiváló. Nincsen semmilyen fegyverünk most már, srácok. Ez ennyi. Nem, srácok, szóval... Az a... Elmondom, mi van, jó? Tehát az van a fejemben, bazd meg, folyton, hogy... Értem, hogy illegális maffia vagyunk. Értem, hogy az ott faszom tudja mi, hogy egy banda volt, vagy a tököm tudja mi. Ezt így értem. Tiszta sor, világos. De az van a fejemben, hogy ilyen kvázi random lövöldözés nincsen. Értem én, hogy a gettóban van, értem én, hogy a különböző lelőhelyeken, meg a mosó, meg az ilyen helyeken van random lövöldözés, de bazd meg, ha bejön egy ember, és elmondja a dolgát, hogy jó, izé, csak azért voltam itt, hogy szóljak nektek, így, meg úgy, meg amúgy. Oké, nem lövöm le, mert nem kezdek el random mészárolni. Erre jön a csávó, bazd meg, a szó nélkül fejbelő. És így, én nem vagyok olyan, hogy elkezdjek lövöldözni, csak így random, vágod? De most már úgy látszik, hogy át kell állni erre, mert ez a szitu itt. Kész, ez ennyi. Azt keresheted, tesó. Az már offos. Tehát, hogy... Szóval, hogy ez van. Meg ugye, az a másik, hogy fogalmam nincs, hogy ki a tököm jött be, kik azok, mit akarnak ott. Érted? Éppen, hogy bazd meg, azon kapom magam, hogy szerver restartot nyomok, érted? Kizé, mit tudom én amúgy? Fogalmam sincs. Na, srácok, szóval az van, hogy nyilván nem vettem fel, mert
de a legtöbb szerveren szabályzatba ütközik, hogy felvedd az admin ügyet, meg amúgy sem akartam. Admin ügy lett ebből az egészből. Megmondom őszintén, én úgy voltam vele, hogy szerintem ehhez nem kell admin ügyet intézni, mert most igazából egy az, hogy honnan tudnák, hogy az a mi hákunk, és egyébként végül erre is jutott ki a dolog, hogy nem tudták, hogy az a hákunk. Nyilván bennem az bennem van, hogy lehet, hogy így elkezdenek minket csak úgy szivatni, tudod, így stream snipe, mondjuk ez nem stream, de hogy így MG-ből adódóan valamit ott csinálni velünk. De végül az volt, hogy visszakaptuk a Stukkert, tehát a Heavy, tehát a Desertet visszakapta Bobby, én meg a kis pisztolyt, mert hogy indokolatlan lövöldözést kezdtek. Mert igazából mi mit csináltunk? Ott jöttek az autók folyton, érted? Jöttek, mentek, aztán visszajöttek, megint izé, és fegyvert tartottunk rájuk persze, mert bazdmeg csak bűnözők vagyunk, és csak megvédjük a hákunkat valamilyen szinten. És akkor ugye hát alapból ez is, hogy csak így bejönnek, és jó, nem akarunk semmit, kimennek, aztán jönnek vissza, és akkor fejbe lőnek. Én azért nem lőttem, mert úgy voltam vele, hogy bazdmeg lehet, hogy csak a fegyvert akar rám tartani, hogy mutogassa azt, hogy neki is van, és hogy azért ne szórakozzál meg valami, meg hogy megbeszéljük. Hát nem beszéltem meg semmit, mert közben egyébként kiderült, hogy Bobbit amúgy simán fejbe lőtték a picsába. Tehát amiről én meg nem tudok semmit, mert nem is hallottam lövést egyébként. Na mindegy, a lényeg az, hogy indokolatlan lövöldözést állapítottak meg a moderátorok, és visszakaptuk a fegyverünket. Úgyhogy ezt gondoltam, csak azért mondom, hogy mi a szitu. Úgyhogy innen megyünk tovább. Halló, itt vagy? Igen, cső! Jó, én meditáltam. Ja, jó. Meg vagyok, minden oké. Oké. El se hiszem, de minden oké. Na, gyorsan kéro, aztán megyünk. Hello, volt egy kis gyors gebaszunk. Semmi gond. Toll van önnél? Van minden. Ja nem, nincs, basszus, nincs. Toll nincs, jó, akkor visszak azt is, mert adásvételt. Meg egy adásvételt. Az van, jó, az szuper. Van. Jó, szuper, mindent kifizetik, azon jó, nem olyan. Jó, ugyan már. Jó, jövünk akkor, jó, jövünk. Oké, csak kicsit várom. Hello. Na, akkor most elmegyünk egy boltba is még. Mert Toll nem volt itt. Jó, de ez a farkas, ez miért követ? Engedd el, nem azért követ, hidd el. Nem érem. Kitört az ablak, zseni. Racsézni akar. Itt nem volt régen bolt? Valahol? Ja, balra. Jó, el is húzta belét, hála jó Istennek. Nem. Jó Istenem. És lemaradt, vágod? Megpróbáljuk itt vele elhúzni? Vagy ti érted jön? Hagyd a faszomba. Érted, megy. Akkor vedd el a fegyvert. Nincs benne lőszer. Zsír. Jó, lehet, hogy csak vásárolni megy. Szókereszt, fogkereszt, azt mondom, figyelj, már hallod? Fut. Nem, pattanj is, gáz! Figyelj, már hallod, nem menjen itt! Na gyere! Be kell önöm még a GPS-t. Halló, ne. Hello? Jött a szom, figyelj már. Nem kell a baj, meg semmi. Csak annyi a kérdésem, hogy van valami eladós tubkeretek, tesó? Nincsen sajnos, nekünk is az kéne. Na, azt mondod, tesó. Ja. Baszki. Bocs, faszi, akkor... rohanunk, nagyon zsíros. Jó, van, tesó, már úgy feltartottalak, bocs, csöcsö. Nem baj, csöcsö. Itt szépen, olyan kiszámíthatatlanok. Te hallod egy az egybe, bazdmeg, már a gyomorgörcs áll belőle, hogy egy ilyen jön, érted? Érted? Már szorul a nyakam, mondom most lőjek, nincs benne amó, bazdmeg, hát mondom mi lesz. Hát kész vagyok, tankolok még egy gyorsat. Már nálam annyi. Ha sokat nem raktam bele, jó lesz az úgy. Thank you.
Erre pattintjuk a Merci 100-os benzinnel. Azaz. Teleraktam, de nem ment fel a csík teljesen. De már megint rommá van horpadva az autóban. Jön megint valami Mazda RX-7. Jól van. Jó, nem adom meg. Kösz. Mindent megoldunk. Na. Aha. Aha. Jó. Így ezek nagy lowrider fanok. Azok. Így anyám. Anyád. Na szevasztok, srácok! Hello, hello. Szevaszt, te sokkal, bocs, gyorsan kis kapcsolgasztok. Fullos kis nóta. Szerint. Na, szevasztok, te sok. Szevasztok, te sikéim. Csapa. Na, hello, na, hello. Meséljétek erről ez a vizéről lenne szó. Aha, ez az Impala, nagyon szeretem, de meg kell válnom tőle sajnos. Hát figyelj, folytonossági hibákat fel fogsz fedezni a karosszérián, tehát hogy jöttem normálisan is, lettek rajta sajnos. Aha. Hátsó ablak ki van törve, hidraulika az van. Ki van némi... törve? Várjál már, te sok. Aha, hátsó ablak, jaj. Az sajnos az ugye elengedte ott magát. Legalábbis én azt látom, aztán persze a franc tudja. Hidraulika az patent, meg hát mit akarok, tuning is van benne. Pontosan nem tudom, hogy mi, de megy mint a bánat egyébként. Úgyhogy fullos. Aha. Tökéletes. Te sokkal melyideges ki, megmókoljuk okos vagy az ablakot. Nem, a Carlos az már. Ja, de egyébként, hogyha jól látom, te sokkal akkor oldalt, meg elő sincs a ablak. Nem biztos, hogy jól látom, de... Figyelj, az benne van a pakliban, persze. Tehát mondom, hogy mész vele, és így kitörik random, tudod? Tökéletes. De a hőtágulást nem bírja a cucc. Aha. Sajnos. Tökéletes. Viszont azt el tudnál nekem mondani, hogy miért zöld színű az autó? Igazából így vettem. Tehát ugye elméleti szinten nem bandához tartozik, meg semmi. Ez a fényezés van rajta, és kész. Tehát ugye semmi kötődés, meg semmi ilyesmi. El kell vinni, átfényeztetni. Arra nem volt időm sajnos. Na jó van, oké, tesókám. Ja. Ezt mennyit akarsz érte? Hát figyelj, itt azt hiszem, vele beszélhettem telefonon, ha minden igaz, nem biztos? Jó, valószínűleg vele. Nem. Valószínűleg, hát itt arról beszél, ugye 80 év van hirdetve, 75-be állapodtunk meg. Aha. Vidd el, könyörgöm, bazd meg. 25 ezer dollár profit, az jó? Nagy nepper biznisz. Mit szólnám, tesókám, hogyha 74-be elvinnénk? Ablak miatt. Tiétek, persze, tiétek lehet 74-ért is. Tökéletes. Bár kalkuláljuk hozzá, hogy hoztam adásvételit, hoztam tollat, meg hoztam egy kanna benzint. Különleg. Igen, azt én jó, még benzint is hozzá. Mondtam, hogy kifogyott. Viszont fogalmam sincs, mennyi volt, mert rohantunk, mint a bánat. Úgyhogy... Akkor valószínűleg sok volt. Igen. Úgyhogy azt mondom, hogy maradjon az a 75, és akkor odaadok mindent, ami mellé van. Jó? Oké. Szerintem itt a tesók, szerintem mindig is akkor veled. Intézem. Right. Bankszámlára küldeném, ha van olyan. Tökéletes, persze, 273. 273. Yes. Be is ülök. Állítólag elment. Ja, megjött, itt van az értesítés, fulli. Teljes jó. Te sokám, nekem ír már át a én nevemre, jó? Jó. Ideálok hozzád. Mi is a kedvenc számod? Hát olyan 196-os a itt a középen a méretem. Mert hogy a... Na, ja, igen. Igen. Név, amit írhatok a szerződésre? Hát mondjuk egy spókot, jó? A többi az nem fontos. Jó, odaírtam. Itt van a rendszám, az is nem, hogy ez a HIA 155. 0, igen, tökéletes. Igen, tökéletes. Kérlek szépen, most nézem itt a műszakit, beleírták itt az 5-ös motort, 4-es váltót, turbót. Várjál, te sókám, várjál, bocsánat, közbeszólok. Szerintem nálam pont nincsen toll. Nálam van. Az na, a... akkor hát azt nekem passzolna egyet. Várjál, van nálam egy. Akkor azt megköszönöm, mert hogy igen, itt már én nekem sajnos a kezem van a szerződés. Jó, akkor itt alá is firkantom az alján, súty, ideírom a dátumot, tökéletes. Bang. Hagyd nézem csak meg, Olvasd el, jaj. Azt mondja, van benném 5-ös motor,
ha minden igaz. Igen. Turbo is ó, hallott és ó, ez teljesen jó. Jó, ja. Oké, akkor le is firkantam, aztán igazándom ennyi, úgyis megkaptam már érte a pénzt. Így van, ja, így van. Ennyi. Köszi szépen, tesszük. Köszi szépen. Aztán használjátok egészséggel, csinókák. Hát köszönjük szépen. Figyeljetek már, mert ugye ezzel az autóval jöttetek, mi? Ja. Eldobjunk valóba? Aha, megköszönnénk, jaj, egy garázsig valameddig. Akár ide is jó, itt vidéken. Tökéletes az is. Jó, oké. Hát akkor én hozom ezt az autót, aztán valamik tesóm elvisz téged, jó vagy titeket? Jó, köszönjük szépen. Üzemanyag az már van amúgy. Ja, kajak, odaadom. Nem, adom. Meg kell tankolni. Hát a négy autó vagyunk. Hát hányan vagyunk? 1, 2, 3, 4, 5. Köszönöm. Jól számolom? Hát jó. Egy picikét hagyjál a zöldbe is azért, mert az is éppen csak, hogy valamennyi van benne már fogyóban. Megoldjuk, azt megoldjuk. Alright. Nem, de egy valakit elbírok én vinni most. Köszi. Te, hol vagy? Próbálj meg tankolni, mert nálam valami. Igen. Van 130 ezer dollárunk, ezen most megvolt a profit, srácok, rendesen. 25 ezer dollár profit, 50-ért vettük, 75-be elment, tökéletes. Jobbat nem is kívánhatnék szerintem. Hát nem igazán meg. Ezek a jó bizniszek, amikor ennyivel olcsóban adják a piaci áron alul, és akkor igazából alkuthatnak belőle nyugodtan, akkor is profitba vagyok, úgyhogy ez most jó deal volt megint. Ez most jó deal volt. Ilyeneket kéne kifogni. Nem. Komolyan nem tudjátok meg tankolni? Ahogy tankolod meg, te sohát, várjál már. Tjááááá. Picsába. De, most megy. Jó van, amikor. Dömjed bele, majd aztán kiszipuzunk egy kamiont, ezt vesz meg. Jó. Na, akkor ki mivel megy? Ennyi is a következő, vagy több mint az fog, akkor ez egy második. Hát, te sokan neked, te tudsz vezetni? Én tudok erre. Tökéletes. Na mindegy, megvárjuk őket a mat. Yeah. Köszi szépen, tényleg. Na nincs mit. És ti valami banda vagytok, vagy csak ispanok? Ha, is. Aha. Látom, inkább az amcsi autókat élitek. Hát én nem nagyon. Jaja. Ezek eléggé szeretnek csúszkálni. Ja, hát Chevy is. Na, én inkább japán parti vagyok. Ja, vágom. Mekkora stílek amúgy. Te Carlos így belement így a illegálba. Kis ex-NST vezető úr! Nagyon szépen köszi. Lekötelezte. Nice. Találkozni a sárgákkal. Ezek nem a sárgák, ezek narancssárgák, nem? Nyilván ott volna az autó. Ha most előhúztál volna egy Suprát, akkor megőrültem volna. Na, azt akartam. Aha. Te pultban van az a narancs. Mondjuk várjunk csak. Gyármű útban van, mert rossz helyen áll. Na. Na. Nem vettem készre mindent. Nem baj. Na jó van.
Na, faszol. Nice deal köttetett. Ennek én most örülök. Úgyhogy 25 ezeres profit az megvolt azért. Yeah. Jó, ez így. Aztán akkor... Bazd meg, is kajak szuprája van, beszarok ezen a csávon, geci. Na, akkor felhívom a sárgákat, mert akarnunk velük találkozni. Jó. Na cső, küldhetitek a kortit, amikor akarjátok. Cső, mindjárt küldjük 2 perc, oké? Oké, okay, nyugodtan, gyors. Minden oké? Okay? Persze, minden oké, okay. Jó, cső. Cső. Csűha. Na mi jó? Semmi, minden oké okay velük, csak ilyen nagyon ilyen hevesen vette fel a telefont, ezt nem is nagyon értettem. Aha. Na mindegy. Úgyhogy mindjárt küldik a kordit, aztán akkor találkozunk velük, és akkor megkérdezzük ezt a fegyver dolgot. Hogy akkor alkatrészekkel hogy állnak, aztán hogyha sehogy nem állnak alkatrészekkel. Egyébként én addig nem mennék el a fegyvert csinálni, amíg nincs normális fegyverünk, őszinte leszek veled. Tehát, hogy érted, miről beszélek, most oda megyünk, bazd meg 2 pisztolyjal, azt jönnek ott ilyen nagy kaliberrel, és mások csinálni, és akkor mi a fasz csinálunk, tudunk letolt gatyával. Hát vagy most már kezd fogyni a lélekszem, és akkor ilyenkor elmenni, vagy nem tudom, délután. Vagy amíg, tudod, van az én. Igen? Na, majd inkább valahogy elmondom. Jaja. Nem, Bobi, innentük ezt, hogy kurva megfontoltan kell csinálni a dolgainkat amúgy, de tényleg, tehát ez ilyenek nem férnek bele, bazd meg. Én most nem is nagyon akarok venni autót, mert attól tartottam már, hogy ez a Chevy is rajtam marad. Szerencsére nem maradt, úgyhogy ez jó biznisz volt. Elég komoly srácok, nem azért mondom. Ja, jó arcok voltak. Kérdeztem, hogy banda vagytok, ja. vagy csak is panok, vagy mi? Azt mondja, hát ilyen is, olyan is. Mondom, jó van, értem attól. De jó arcok voltak, amúgy kulcsávok voltak. Ja. Ilyen díleket kell kifogni, bazd meg, hogy ennyire áron alul megvenni, ja, tudom, mert ebben van a dohány, így. Máskülönben én nem fogok venni tényleg ilyen igen. Közel bolti áron, és akkor ilyen 2-3 ezeres profitokat, nem, ilyet nem csinálok. Hát olyat kell keresni, aki mondta jaj. Is, menjünk jobbra így, hogy mondta is a csáv, hogy már neki nem kell. Így van, ezeket kell megfogni. Ezeket kell megfogni, ritkán jön be ilyen deal, de hogyha bejön, akkor azt ki kell használni, és akkor egy boltrablásom. Igen, de most ami dohány van, azt mindenképpen fegyverbe, meg fegyverkészítés. Na, akkor mehetünk is a dohiba. Ja. Olyan, meg kéne már nézni, mik vannak. Ott cigi van, de kurva drága amúgy, tehát egy ilyen $200 egy doboz cigi az, vagy egy 100 cigi, valahogy így van. Iha. Tehát egy ilyen, de is szoktam abban a pillanatban. Na cső! Halló! Jó vagytok? Hát jó vagyunk, csak kicsit megkergültek ők, úgyhogy most én beszélek. Igen, a telefonban hallottam, hogy valami bepörögtek a fiúk. Sok volt a cukorka, vagy nem, a... Túl sok Red Bullt ittak. Adtam nekik egy párat, azt most felpörögtek. Mindegy, na. Értem, az a szitu, hogy most mi van az a fegyver? Kraftolás. Figyelj, igen, pontosan erről akartunk mi is beszélni veletek, hogy mi van a fegyveralkatrész szitúval nálatok. Hát igazából először is azt szerettük volna megkérdezni, hogy gyűjtsük-e nektek most. Igen, ugye? Igen, jó, azt mindenképpen. Okay. Minden, csak a markolatot ne, tehát markolatot csinálunk ezerrel, minden más jöhet, és akkor van egy kérdésünk még, hogy nektek eladó fegyveretek lenne esetleg egy-egy nincs. Darab. Semmi nincs. Hát milyen egy-egy kellene? Darab talán. Figyelj, tech. Mi is gyűjtjük? Tech 9, aha. Abból most mi is eléggé ki vagyunk fogyva, de... Aha, jó, figyelj, ne stresszeljetek rajta, csak mert mi most itt beszoptuk egyszer-kétszer, aztán igazából nem nagyon vagyunk ellátva. Jó, egyértelműen, tehát fejenként egyet bírunk adni, tehát azzal nincs baj, de azért így többet nem. Hát azért figyeld, mondjuk van olyan, mit mondjuk olyan, van 50 fegyverünk, és abból nincs már olyan sok, olyan van 20 kb.
Aha. Tehát a legtöbb az pisztoly, tehát az... Abból rengeteg van, de tényleg. Ja. És mindegyikben az AK-kban van 60 ammó, a Tech-9-ban 24 vagy 36, és a pisztolyokban is így van. Aha, ja, aha. Jó. Tehát akkor mondjuk két Tech-9-t tudtok eladni esetleg. Ja. Hú. Hát ja, én egyet, az fix. Én egyet tudok. Aha, és mennyibe? Hát figyelj, van benne 24 ammó, maga 26, és mi az jó fejek vagytok velünk, úgy értve a szövetségét kötöttünk. Hát, legyen ilyen 29. Azt a kurva egedbe az meg. Hülye vagy? Legyen, akkor mi az? Legyen az alapon? Ne számoljunk át árat? Semmi, nem számoljunk. Akkor 26. Hű, aha. Maga mi is 26, nekünk is. Maga a tech az 26 ezer. Aha, aha, aha. Jó, akkor kéne mindkettő. Most? Oké. Hát, mi most lehet? Persze, hogy lehet. Akkor persze, most, igen, igen, igen. Akkor viszont 20-as. Amúgy, nézd, ez a lámpa is rohadt erős. Kettőt valakibe beleütsz, kidő. Aha. Vagy meg. I don't need that. Jó, oké. Akkor utalni, 20-as. Ér? Nem. Majd KP? Ott. Majd ott. Hát, neked majd ott is utalod. Ott. Hol ott? Hát 20-as. Ja, 20-as? A kocóban van. Bazd meg, pont ott. Jó, akkor maradjatok itt, és idehozzuk. Jó, tökéletes, tökéletes. Biztosan sietünk. Jó van. És még majd lenne egy kérdésünk, de majd ezt utána mondjuk. Na mondjad most. Azt a rohadt. Hát de addig eszembe jut. Jó, rendben, akkor itt leszünk, itt leszünk. Szerintem maradjon be. Van én végül... Ezért maradtam, azt kérték. Ja, hallottam. Ja, nehogy elmeneküljünk mi. Nem is az, nem tudom amúgy. Aha. Jó van. És ezeket a fegyveralkatrészeket, ezeket milyen idő múlva tudjátok beszerezni? Mit gondoltak? Fú, hát nem tudom, mert... Úgy is van. Hát a mai nap még... Ne, hát mai nap nem tudom, az necces. Holnapi nap már szerintem biztos, hogy tudunk szerezni. Aha. Nem tudom, hogy szoktatok lenni, de... Én hát, naponta tudunk mindig bőven szedni. Figyelj, én holnap tudok lenni. De mondjuk ilyen... hát szerintem pont akkor, amikor nektek nem jó, tehát itt délelőtt, meg így kora délután. Ja, hát végülis amúgy akkor is jó. Jó lehet. Jó, akkor figyelj, hát nem tudom, melyik ötökkel dumálok amúgy az applikáción, de valamelyik ötökkel. Fasztul. Az ilyen fehér rasztahajúval. Szürkéssel. Ja. Mindegy, megdumáljuk majd, mert... B nem tud lenni nagyon. Holnap, igazából már most is menni, amúgy menned kéne, nem? Mindegy. Jó, ezután elmegyünk, jó. Tehát, hogy azt, tehát ilyen szűkös az idő, de holnap én tudok lenni, hogyha arról van szó. És akkor meg tudjuk nézni. Meg amúgy, hogy van ez a fegyver? Te tudtok valamit erre a fegyver dologra? Most minden hát fegyver, ez egy-egy kell mindenből, amúgy? Elmondom, hogy van a cucc. Jó. Hát, Várj egy kicsit, mert én ezt így felírom a telefonomba, jó? Jó, oksa. Jó. Na, mondhatom akár? Egy pillanatot kérek csak. Oksa, jó. Ez mennyire a izé... Filip, vagy nem tudom, de köszönöm, ez a Filip. Fixen mondom. A tökönbe írtam én ezt fel. Igen. Na, mondhatod. Na, tehát, hogy ugye először kell venni tervrajzot, az óránként mindig mindig máshova kerül, így a ember máshova átutazik, ahol tudod venni, kb. Olyan 16 ezerért tudod átlagban megvenni. Várjál. Na mondom, akár 14 ezer is le lehet alkudni, mert ugye beszélni kell vele, és ugye így megszabja az árat, hogy mennyire szimpi vagy ugye itt az izének, az embernek, akkor te meg tudod venni, ugye ki tudod választani, hogy mit akarsz, el tudod neki mondani, és akkor utána van az, hogy elmész az izéhez, egy ilyen kis asztalhoz, ahol tudod csinálni, az pontosan azt tudjuk, tudom, hol van, azt én tudjuk, ja, hol van. Oksa. És akkor nem tudom, hogy van, azt rugó az biztos, hogy kell, meg ilyen acél, meg a fa az nem biztos, de a rugó, acél, meg a tus, az ilyenek, azok kellek, és az ugye hát az alkatrészek, ugye meg a alapanyagok egy-kettő, leginkább az acél kell. Aha. Meg a fa. Az alapanyagokat, azokat meg ugye, alkatrészeket nem tudom, hogy miből mennyi kell rá, mert ugye... Hát figyelj, az van, hogy a műanyag meg fa kell a markolathoz, eddig eljutottunk már. Az fix. Meg $2000.
mert egy műanyag, nem aha. is tudom, hogy volt vele, fölírtam én ezt itt, de itt van a telefonomban. Tehát 4 fa, 5 műanyag is $2000 van egy darab marhalat. Hát mert ilyen 1500-ból lehet ugye egy csőt, meg talán rugót is annyiba lehet csinálni. Csak ugye ezt mi így be tudjuk így ingyen szerezni kockázattal akár, ugye? Aha, aha. Akkor úgy. Jó, hát azt majd megbeszéljük annak mi az ára. Oksa, oksa. Na, akkor adom először én. Jó, köszi. Hát ő egy embernyi, egy félre. Igen. Igen. Adtam. Köszi, át is vettem. 24 lőszeres. Így van. Bobinak annyi? Aha. A másik az a Bobinak mehet. Csak az nem én vagyok, hanem ő ott, igen. Tessék oda, adtam ebbe. És akkor mi a vége a kottának? Hát 26 000 meg 26 000. Jó, akkor 52. Ja. Ja, az egyiket utald a 12-es, a másikat meg a 22-es. Ja. És amúgy valamit más nem érdekel? Nézd, ilyenünk is van, ilyen 60 lőszeres alká. Az most nem, köszi, most csak ennyi kellett. Jó. Rendben, okszó. Kösz, kösz. Mondom, mindent tudunk, lockpicket, minden szart. Az bajnokra a legjobb. Ja, köztesó, meg is. Itt is van, itt is van, köszi szépen. Na, hát akkor... Jó, figyelj, fullos, most azt beszélgettük, hogy holnap én délelőtt folyamán tudok lenni, elmeg tudtok lenni ti is valaki. Hát ami esmire volt szó. Én olyan 13-40 körül tudok jönni. Azt tökéletes, akkor a délután is. Hát a szokás akkor is délután. Is én is. Jó, és akkor mit beszéltünk, hogy miért is legyed, mert hogy akkor már lesz izé, alkatrész, vagy mit beszéltünk? Hát addigra lehet még nem lesz, mert mi úgy tudjuk gyűjteni az alkatrészeket, hogy tudjuk, hogy hol vannak ezek a helyek, csak mi az egyszerűbben le akarnánk nyomni ezeket, hogy elmegyünk területezni, ilyen alkatrészesre, és ott megkapjuk az alkatrészeket. Igen, ott bármit kaphatunk. De akár még ma is elmehetünk. Csak éjjel egykor kapjuk meg vele, az a baj. Hát úgy 3 óránként. Ja. Aha. Az a baj. Hát ilyen lámpoltásonként kapjuk. Tehát az jó, hogyha most elmenjünk területezni, még akkor szedünk egy csomó mindent. Ja. De igen, ezt a 100%-ot csak holnap bírjuk odaadni valamikor. De és ez miből áll, hogy oda mentek a területre és csak ott vagytok? Hát igen, fegyverekkel. Ott be kell foglalnunk. Akkor ezt ti is tudjátok nyomni. Hát biztos, nem hiszem. Nem tudom, igen. Ha ti maffia vagytok, akkor nem. Ja, ti én azt sem tudom például amúgy, hogy drogot mi tudunk-e csinálni, vagy hát nem. Hát figyelj, nem tudtok, de mi tudunk eladni nektek, ha kell. Na, nekem nem kell egyáltalán, csak akkor nem tudunk. Ez csak ez figyelj, van olyan, hogy met meg speed, a met az ilyen páncélt ad, olyat tudunk csinálni. Ja, vágom. A met amúgy az nagyon megéri, mert... A speedet azt ti is tudtok. A met az érdekel amúgy eléggé. Hát figyelj, az 200 vegyszert kell szedni, de nem mi fogjuk szedni, mert vannak embereink, majd mondjuk, hogy szedjenek nekünk, azt craftolunk, azt adunk. Holnap azt meg a kerénstok majd eladni nektek, mert talán és annak mi az ára? És olcsóban ad, 1500 alatt. Ez 1500-ban adom, ja. De alatt adja, tesó, egyed 1000-es, ja. Ja, mondjuk felületek jó vagyunk, egy 1000-es. Egy 1000-es? Ja, egy darab. Jó, akkor egy 10 darab érdekel majd. Aha, oksak, jó, hát ez holnap meg is lesz. 200 darabból jön 5, akkor mondjuk 400. Területezést, ezt elmondjam, hogy hogy megy, hogy mit kell csinálni. Hát figyelj, elmondhatod, de azt tudom, mi az a terület, hogy hol hát van, nekik, tehát, hogy így... De hogy mondjam, mert ők ugye nem tudják, de az elmondhatod. De amúgy mi nem tudjuk, akkor igazából tényleg tök fölösleges. Ja. Minden jó, akkor hagyom be, úgy hosszú sztori. Jó van, srácok, köszi szépen, köszönjük. Akkor dumálunk majd mindenképpen, jó? És akkor majd értekezzünk az applikáció, nem tudom, melyik ötökkel beszélek ott. Velem. Igen. Tehát majd értekezzünk, hogy akkor most lette, jött-e cucc, és akkor holnap akkor, hogy ilyen 13-40 körül, akkor tudjátok-e adni. Hát meg, hogy majd 13-40-kor jövök ki izéből, 13-50 körül tudom lehet. Jó, akkor 2 órakor, az maradjunk abban. Maradjunk akkor 2 ja, az a fix, akkor tudsz szarni, meg nem tudom, minden bele. Ja. Easy. 2 órától fullosan tudok, mert most nincs edzésem. Aha, jó van, tesó. Hát én nem leszek. Rendben. Jó, akkor ezt meg is dumáltuk. Jó, easy. Köszönjük szépen, aztán dumálunk mindenképpen. Jó. Jó van, szavaztok, hello. Sziasztok. Na, akkor elmegy a garázsba és akkor gondolom lépsz? Yes. Jó. Hát is sok alamesztetek kérdőt, de jó. Hát nem volt olcsó, igen, de kellett. Yeah. Tehát most nem akartam szarakodni, őket ismerjük, megbízhatóak, stb.
Inkább nekik adtam most ezt. Csak vigyázz rá, bazd meg, Bobby, most tényleg vigyázz rá, mert geci, ez már tényleg nem volt olcsó mulatság. Hát most valaki jön utánom, kapom elő, brrr. Azaz. Az lesz a legegyszerűbb. Ja, én még nem is megyek, hülyeségeket csinálok. Én még megpróbálok egy izét megcsinálni, egy ATM-et. Jó van, Bobby, hát köszi szépen. Akkor kell, mi az, most van, szerda. Az beszéltük. Jó, dumálunk addig még. Jó. Na jó van, csö. Cső. Megnézzük még egy ATM-et, srácok. A Tech9 az... Az marad nálunk, mit szóltok? Kimegyünk ehhez a ATM-hez. Oda a zsekák, mire kiérnek, az 600 év. Aztán kész, ennyi. De drága volt tényleg ez a Tech9. Nem baj, tényleg kellett, az szerintem kb. A legjobb fegyver amúgy. Ami van. Most persze megcsinálhatnám azt is, hogy eladom drágában. 29-ért. Kemény 6000-et nyerünk rajta. Ennyiben csak 3-at. Semmi értelme nincsen. Kéne megint valami bomba deal egy ilyen autóra amúgy, komolyan mondom. És hogy nyerészkedni rajtam, ez most egy jó deal volt, tehát ez most jó volt, tényleg, lett belőle pénzünk is. Legközelebb egy rablást meg kéne csinálni, tényleg egy bolti rablást. Egy legit bolti rablást nagyon meg kéne csinálni. Mert ezzel az autóval meg lehet oldani. De ezzel felmegyek a hegyekbe, és kész. Semmit nem tudnak kezdeni onnantól kezdve. Kávé. Számításaim szerint. Na, sok pénzünk nem maradt, mert valami 70 000, ami nem rossz, egyébként mennél kevesebb volt, szóval jók vagyunk, de ezekre a fegyverek most már vigyázni kell, úgyhogy most megpróbálom ezt a izét, de tényleg nem fog kijönni senki. Ugye Jézus Mária, majdnem lerepültem a bánatba. Meg kéne még ember, nagyon kéne nekünk még ember egyébként, csak ez sem olyan egyszerű mutatvány, ugye? Embert szerezni. Tehát olyan embert, aki megbízható is. Most volt az az informátorunk, ugye, aki mondogatta a dolgokat nekünk. Az jó pofa lett volna őt berántani, csak hát ugye ő mondta, hogy hát őt köszöni szépen, őt nem érdekli ez. Ő maradt freelancer, amit amúgy totál meg tudok érteni, hogy miért mondta. Úgyhogy igazából it is what it is. Na, nincs itt senki. Úgy nézem. Ja Istenem, ez mi ez a kocsit? Gyerünk. 15 perc, 43 másperc az ATM-ig. 35-kor. Jaj, Istenem. Mit mondtak ezek? Tervrajzot óránként vált 16 000 dollár egy tervrajzba, az meg... Úristen, köszönöm. A fegyvereken mi lesz a nyereség végül? Kb. Semmi. Acél kell hozzá. Az acél előhely az azt sem tudom, hogy hol van. Tényleg nem tudom, hogy hol van. Meg fogjuk felhívni ezt a csávót, akivel dumáltunk addig. Azt mondja, hogy az volt a... valami Thomas akárki. Tommaso Rossi. Tommaso Rossi is currently unavailable. Ez a kocsi, ez mi itt, bazd meg? I'm out. Ez egy rendőr? Klassz.
Na ezért van ez a Jeep, srácok. Pontosan ezért van ez a Jeep. This is exactly yes. This is why I have this car. Érted, beadsz egy ilyet és kész vagy. Az epizód végéhez érkeztünk. Hamarosan folytatás következik. Jöhet az out? Ró! Szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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 á